17. fejezet. Bécsben Mozart születésének 100. fordulóját ünnepelték, és a rendezőknek az a gondolatuk támadt, hogy a 18. század csoda gyermekének emlékhangversenyét a 19. század csoda gyermekének kell vezényelnie. Ő boldogan vállalta a feladatot, két nagy hangversenyt vezényelt, a műsoron csak Mozart művek szerepeltek. Ekkor látta először hazája uralkodóját. Az udvari páholyban megjelent a császár, a 26 éves uralkodó, hófehér tábornoki kabátján az érdemrendek csillogó sokaságával, nyakában az aranygyapjúval, mellette a bűvölő szépségű Erzsébet császárné. Franci kilépén a dobogóra először az udvari páholy felé hajolt meg. A fiatal császár nem vetett rá ügyet, hátraszólt valamit a kísérethez, de a tündöklő császárné alig észrevehetően megbiccentette dús hajkoronájú fejét, és a messzelátót azonnal szeméhez emelte. Szépek voltak, ragyogóak és fiatalok. Volt együttes megjelenésükben valami mesebeli módon vonzó. S Franci, mikor már visszafordult, hogy pálcájával kopogjon, Battyányi Lajos grófra, pozsonyi házigazdájára gondolt, meg a többiekre, a 13-ra, a lelőttekre és a kötéllel megfojtottakra. Magyarnak érezte magát, és nem tudott érzéseiben eligazodni. De ez csak úgy átfutott gondolatain, aztán átadta magát a G-moll szimfónia szépségeinek. Bécs, az ő régi és kedves Bécse, most is lelkes szeretettel tüntetett mellette, mint 30 esztendeje a kisfiú mellett. Az utolsó szám után akkora volt az ünneplés, hogy percekig ott kellett állni a dobogón a robogó tapsok özönében. A feldíszített dobogón ott állott Mozart mellszobra, rajta ünnepi babérkoszorú. Egyszer csak fogta magát az első sorban álló bécsi polgármester, felment a szoborhoz, levette róla a babérkoszorút, és átadta Francinak. A taps tomboló erőre kapott. Ő felnézett az udvari páholyba, látja-e a császári pár ezt a sikerét a magyar alattvalónak. De a páholy ekkorra már üres volt. Franci Eduardnál lakott, nála jóval fiatalabb nagybátyjánál a belvárosban a Schottenhof nevű nagyházban. Egyetlen rokona volt ez az Eduard, akivel érintkezett, gyakran váltottak levelet, nagyon szerették egymást. Mivel rokoni viszonyukat életkoruk valósággal komikussá tette, jókedvűen megállapodtak abban, hogy eltörlik maguk közt az unoka-öcs és nagybácsi viszonyát, és egyszerűen unokafivéreknek fogják egymást tekinteni. A bécsi unokafivér a jogi pályán működött, és már is olyan híre volt, hogy ő a bécsi bűnügyi tárgyalások ügyészi karának legjobb szónoka. Soron kívül lépett elő, most már várta az államügyészi kinevezését. Családot is alapított, egy katonatiszt leányát vette feleségül, volt már egy kisfia is, akinek Franci volt a keresztapja, és Liszt Ferencnek hívták azt is. Hol az a nagy legény, hadd látom? Ilyenkor már alszik, felelte Henriette a fiatal mama, de ha Lábujhegyen jársz, megnézheted. Franci megnézte a csipkefüggönyös ágyacskában szuszogó Liszt Ferencet. Egészséges pufók jószág volt a keresztfiú. Szüleinek előadása szerint semmiféle más gyerekhez nem volt hasonlítható. Eduardnak és Henriettnek is legtöbb mondata így kezdődött, nem azért, mert az én fiam, pedig Eduard rendkívül eszes és kitűnő koponya volt máskülönben, olvasott, érdeklődő, magas vitákra hajlamos ember, zongora tudása messze túlhaladta az átlagot. Rokona Ezdúr versenyét egészen jól tudta játszani.
de Francit főként a családi összeköttetés vonzotta benne. Ha Eduard azt kérdezte tőle Liszt mamáról, hogyan érzi magát Párizsban Anna néni, egyszerre otthonos melegség fogta el. Házasság nélküli szerelmeinek zavaros gyerekügyei közepette, a derekas polgári tisztaság légköréhez tartozónak érezte magát ezen az Eduardon keresztül. Ez kicsoda? Kérdezte egy tojásdat keretbe foglalt miniatűr arcmásról. Az én nagybátyám, Richler báró, felelte Henriett, Deutschmeister ezredes, nagyon kedves ember. Franci láthatatlanban is azonnal szerette a Deutschmeister ezredest. Aztán Ádám nagypapáról beszélgettek, Dániel rendkívüli eszéről és színjeles bizonyítványairól, a lányokról, Kozima lassan bimbózó szerelméről. Henriett tele volt izgatott kérdésekkel. Hány éves az a Bülow? Mennyi fizetése van a zeneiskolában, és ami a legfőbb, szereti-e az édesanyját? Mert olyan fiatal emberből, aki az édesanyját nem szereti, jó férj nem lesz soha. Erre mind a két férfi kedélyesen gúnyolni kezdte a jó Henriettet, hogy fiú gyermeke lévén haza beszél. Henriett megsértődött, ők kibékítették, teljes kávé és kuglóf, naív, léleksimogató hangulatában teltek az órák, és Franci csodálkozva mondogatta magában, először érzi felnőtt életében, hogy otthona van. Ebben a pillanatban az a sejtelem villant meg elméjében, hogy vagy benne, vagy Karolinban lehet a hiba, de az Altenburg sem adja neki az otthon érzését. A Schottenhofi ügyészi lakás szeretetteljes nyugalmát még Franci bécsi napjai alatt tanakodó izgalom verte fel. Francihoz felszólítás érkezett a főudvarmesteri hivatalból, hogy mivel ő felsége Erzsébet császárné udvari hangversenyt óhajt rendeztetni, az udvar szívesen látná, ha ezen a hangversenyen a zongora számot Liszt Ferenc látná el. A főudvarmesteri hivatalnak ezt az üzenetét egy roppant méltóság teljes és merev udvari úr mondta el, aki külön ezért eljött a Schottenhofba. Franci csak egy pillanatig gondolkozott, aztán fejét rázta. A felszólítás nagyon megtisztelt, de rossz helyre érkezett. Én már nem vagyok zongora művész. Más pályára léptem. Zeneszerző vagyok. Ha a főudvarmesteri hivatal ezen a hangversenyen valamelyik művemet óhajtaná előadatni, ezt igen nagy megtiszteltetésnek veszem. Hogy értsem ezt? Hogy nem méltóztatik fellépni? Valóban úgy. Én már nem zongorázom nyilvánosan. De uram, talán nem méltóztatott jól érteni. Arról van szó, hogy a császári pár előtt játszék. Ha csak a felséges császári pár lesz jelen, akkor természetesen boldogan játszom, sőt, ez lesz pályám egyik legszebb estéje. Az udvari úr nem szólt semmi többet, csak annyit, hogy mindezt a kegyelmes úrnak jelenteni fogja, de nem hiszi, hogy ezt a választ a kegyelmes úr a fennálló szokásokkal egyezőnek találná. Aztán megbiccentette fejét, összeütötte sarkát és elment. Eduard nem volt otthon, csak délben értesült a dologról. Rémülten kapott a fejéhez. Franci, mit csináltál? Örökre elrontottad a bécsi udvarnál a dolgodat. Azt nem hiszem. Bizonyára van ott műértő ember, aki tudja, hogy én már túl vagyok ezeken a dolgokon. Ez nem műértés kérdése. A bécsi udvart ismerni kell. Nagy hibát csináltál. Szaladj a burkba és tedd jóvá. Ezen összevitatkoztak. Hiába volt Eduard a Landesgericht vitatkozó esze, ebben a vitában alul maradt. Belátta, hogy Francinak a művészet magas szempontjából igaza van, de azt fenntartotta, hogy ezt az ügyet az udvar gondosan számon fogja tartani. Franci vállat vont.
Valaha nyegle virtuóz koromban azt feleltem volna erre, hogy fütyülök a főudvarmesteri hivatalra. Most már nem mondom. Eszem ágában sincs olyan ízléstelennek lenni, hogy mindenáron tiszteletlen legyek az uralkodóval szemben. De a művészet nekem vallásom. Ha vallásom ellen szólítanának fel valamire, azt se vállalnám. Ennyiben is maradt a dolog, és Franci nem lépett fel az udvarnál. Megcsókolta a kis Liszt Ferenc pufó pofácskáját, megölelte az Eduard házaspárt, és visszautazott Weimarba. Hogy fellépe bármilyen udvari hangversenyen vagy sem, annál sokkal nagyobb problémát kellett most nyugodtan és körültekintően rendbehoznia. Az esztergomi mise, amelyre Szczytowski hercegprímás August báró útján kérte fel, már régóta teljesen készen volt. Mióta muzsikát írt, soha művének bemutatása akkora várakozással és boldog izgalommal nem töltötte el, mint ezé. Fogta fel, mint élete legszebb és legnagyobb imádságát. Hogy a magyar katolicizmusnak rangban legelső székes egyházát ezzel az ő imájával szentelik fel, azt hű és mély hite legszebb jutalmának tekintette. Vallásosságában mindig volt valami a gyermek rajongásából, és most ezzel a gyermeki egyszerűségű katolicizmussal valami olyasfélét érzett, hogy miséje bemutatásával a Jóisten előtt lesz sikere. És ezt a sikert valami érthetetlen, kideríthetetlen veszedelem kezdte fenyegetni. Az első zavaros hang akkor bukkant fel ebben az áhítatos örömű dologban, amikor a hercegprímás egyes aggodalmakat közölt vele levélben. Megírta, hogy a bazilika felszentelési szertartása legalább 4 órát fog igénybe venni, a közönség nagyon fáradt lesz, és ez talán árt a mise bemutató művészi reményeinek. Jobb volna talán nem a felszenteléskor, hanem valami más ünnepen, például húsvétkor bemutatni a művet. Akkor a Liszt mise jobban is érvényesülne, felszenteléskor maga a felszentelés a fő esemény, a mise másodrendű ügyé válik, ha beleékelik egy ilyen nagyobb szerű szertartásba. A hercegprímás szíves és óvatos hangú sorai között nem volt nehéz megérteni a főpap igazi aggodalmát. A mise talán zavarni fogja a szép és nagyszerű ceremóniát. Franci azonnal válaszolt és megnyugtatta a főpapot, a mise nem zavarja majd a szertartást, és hogy éppen a felszenteléskor mutassák be, arról ő nem szeretne lemondani. Ezzel az ügy elintézetnek látszott. Most aztán hosszú hónapok szünete után hír jött Pestről, hogy a bazilika avatásának határnapját kitűzték augusztus utolsó napjára. Franci küldje el a partitúrát Esztergomba. Az ő miséjét fogják játszani a felszentelésen, a hercegprímásnál tartott értekezlet elhatározta, hogy a szükséges énekkart a Nemzeti Színháztól fogják kölcsönkérni, de csak 80 embert, mert a bazilika karzatain több énekes nem fér el. Ez már rosszul esett neki. Hatalmas énekkarra gondolt el az egészet. De a partitúrát azért elküldte. Válaszul a régi jó barát, gróf Festetics Leo levelét kapta. Megdöbbentő levél volt, éppen a jó baráttól megdöbbentő. Festetics, mint tagja a hercegprímás által felkért bizottságnak, elég hűvös hangon azt közölte vele, hogy a mise méltó előadása lehetetlennek bizonyult, mert túlságosan nagy apparátust kíván, erre pedig nincs pénz, a bazilikában el sem fér annyi előadó, amennyit a szerző előírt. Egy szó mint száz, célszerű lenne, ha Franci saját elhatározásából lemondana arról, hogy a bazilikát az ő miséjével szenteljék fel. Mi ez? Festetics ez a régi barát, akinél lakott,
aki a díszkardot nyújtotta át neki, akiben eddig leghűbb és legbelsőbb otthoni testvérét tudtad, miféle ármány settenkedik itt a mise körül. Soká töprengett, hogy mit válaszoljon. Ha bármi másról lett volna szó, egyetlen mozdulattal odadobta volna az egészet, ha nem büszkeségből, már csak hiúságból is. De vágya most erősebb volt, mint büszkesége. Hosszú tanakodás után szerény és engedékeny levelet írt Festeticsnek, hajlandónak mutatkozott lemondani a vegyes karról, és átírni az egészet csak férfi hangokra. Most már leplezetlen volt a gróf viszonválasza, kereken megírta, hogy ő a misét nem tartja alkalmasnak a felszentelés ünnepére. A mise nem tarthat tovább 40 percnél, ez pedig hosszabb egy óránál is. Idő sem lesz a betanításra, a karokat annyi időre, amennyi a próbákhoz kell, nem fizetheti senki. Szóval a mise nem kell. Tetőzte ezt a hideg visszautasítást Festetics levelének egyik egyenesen sértő passzusa. Felszólította Francit, hogy a karszemélyzet dolgában az ő megkerülésével ne kísérelje meg Rádaihoz, a Nemzeti Színház igazgatójához fordulni. Francival megfordult a világ. Festetics Leó gróf nyíltan ellenségévé változott. De miért? Az egész ügy megfoghatatlan volt előtte. Mélyen lesújtva, tehetetlenül tűnődött a rejtélyen, szótalan lett, ideges és ingerlékeny. Hosszú évek óta ennyire le nem sújtotta semmi. Ennek a fejbeütöttségnek legsötétebb és legfájdalmasabb idején, amely zeneszerzői pályájának legszebb vágyát siratta, jött azonban egy másik levél, amely emberi mivoltának legszebb vágyát teljesítette. Hans megkérte tőle Cosimát feleségül. Több az szerelemnél, amit Cosima iránt érzek. Az a gondolat, hogy még közelebb juthatok hozzád, akit jelen és jövő létem tulajdonképpeni alapítójának és mozgatójának tekintek. Minden boldogságot magában foglal, amit a földi élettől várok. Cosima nem csak mint a te neved hordozója múl felül előttem minden más nőt, hanem mert annyira hasonló is hozzád, mert annyi tulajdonságával hű tükre a te egyéniségednek. És mivel ő megengedi nekem, hogy szeressem, nem kell imádatomat eltévejedésnek hinnem, sem szándékomat üres ábrándnak, amely felett napirendre kellene térned. Jó lelkiismerettel biztosíthatlak, érzelmeim megvallása után semmit sem tettem, hogy magamhoz láncoljam őt, semmivel sem igyekeztem magamat emelni Cosima előtt, és a te leányod iránt érzett tiszteletnél fogva, mindig jogosultnak tekintettem őt, hogyha csalódott bennem, szavát megmásítsa. Ennek már 6 hónapja, és úgy látom, hogy leányod megtartotta irántam hajlandóságát. Most tehát azt hiszem, még több joggal kérhetlek, ha bármihez egyáltalában jogom van, egyezzél bele, hogy Cosimát jegyesemnek tekinthessem. Esküszöm, hogyha ő bármikor csalódik bennem, bármennyire szeretem, egy pillanatig se fogok habozni, hogy feláldozzam magam, és szabadságát visszaadjam. Franci megkönnyezte ezt a levelet. Túlságosan ideges is volt a mise hercehúzái miatt. Minden apróság kizökkentette a kerékvágásból. Ez a nagy öröm annál jobban hatott rá, és úgy szólván mély hálát keltett benne. Azonnal válaszolt a fiataloknak, meghatott szeretettel áldotta meg őket, csak azt kötötte ki, hogy egy esztendeig várjanak még. Elég fiatalok ahhoz, hogy érzéseik állandóságát ezzel az évvel megpróbálják. Most már több erővel állta azt a fájdalmat, amelyet Festetics érthetetlen visszautasítása okozott neki. És apai boldogságával a lemondó, apatikus mozdulatlanság helyett lassan a tetterő is visszatért beléje. Talán még nincsen minden elveszve.
még akkor sem adott fel végleg minden reménységet, amikor a hercegprímás hivatalosan értesítette, hogy a mise bemutatásáról sajnálattal kénytelen lemondani. Írt August bárónak, akinek barátsága van, eddig nem csalatkozott. Írt Erkel Ferencnek. Írt mindenkinek, akiről elképzelhette, hogy szava lehet a prímási udvarnál. Egymás után jöttek a válaszok, és ő Weimarban nap-nap után olvasta különböző levelekből valóságos naplóját annak a hadjáratnak, amelyet Festetics még mindig folytatott az ő miséje ellen. Pesten és Esztergomban két párt alakult. Az egyik mindenáron a Liszt misét kívánta, a másik ellenezte. Most már a lapokban is kipattant a harc, a pesti újságok lépten nyomon híreket közöltek a csatáról. Kitudódott, hogy a pesti hangász egylet, amelynek Franci legnagyobb jóltevői közé tartozott, emlékiratban kérte a prímástól a lisztmise kitűzését. Viszont Festetics végigjárta a Nemzeti Színház kóristáit és bújtogatta őket, hogy a lisztmisében ne óhajtsanak szerepelni. A sajtó bőséges és feltűnő közlései most már a franci művészi tekintélyét tették kockára. Ha ebben a küzdelemben alul maradt, az elviselhetetlen szégyen. Magyarországnak ő volt világhírű muzsikus fia, magyar volt és katolikus, minden tekintet őt jelölte ki a felszentelési mise szerzőjéül, és a mise már készen is volt. A húzavona most már vérre ment. Külföldi lapok is kezdtek beleszólni az ügybe. A bécsi Blätter für Musik nem minden káröröm nélkül ezt írta feltűnő közleményében. Lisztet a világnagyságot, akiért egész Németország dalegyletei versengenek, megtagadta saját hazája. Franci leült és válaszolt a prímás lemondó levelére. Őszintén elmondta, hogy a mise elő nem adása igen fájdalmasan hatna művészi igyekezetére. Nem csak meglepte, hanem mélyen el is szomorította, hogy otthon nem kellenek az ő szolgálatai. A miséje ellen felhozott érvek egyike sem állhat meg. Kéri a prímást, tegye fontolóra végleges döntését. A levél elment, August báró fáradhatatlanul szervezkedett, dolgozott. Festetics hangosan hirdette, hogy a prímás tekintélye nem engedheti meg az egyszer már kimondott döntés megmásítását. Zúgott, nyüzsgött az egész otthoni világ, a sajtó tele volt a mise bonyodalmaival, és ekkor egy rekkenő nyári napon megjött Szitovszky végső döntése Weimarba, az esztergomi bazilika felszentelésén a lisztmisét fogják bemutatni. Franci újongott az örömtől. Nagyon kellett sietnie, az esztergomi ünnepség határnapjához alig hiányzott egy hónap. Nagy sietséggel elintézte minden függő dolgát Weimarban, aztán útra kelt. 3 héttel a felszentelés előtt érkezett Esztergomba. Nem ment Pestre, itt szállt le előbb a hajóról, mert roppant türelmetlenség sarkalta, hogy megnézze a bazilikát, és találkozzék a hercegprímással. A hajóállomáson Fekete Mihály címzetes püspök gyanánt mutatkozott be neki egy papi ember, aki a hercegprímás nevében ment ki eléje. De alig tudott figyelni a kedves papra, teljes figyelmével az ormon büszkélkedő bazilikára tekintett. A román benyomású vadonatúj székesegyházról nem tudta szemét levenni, az lesz színhelye az ő szívből fakadt miséjének. Csak éppen kezet mosott a fekete püspök lakásának vendégszobájában, már ment is a hercegprímáshoz. A főpap tüntető melegséggel fogadta, és mosolyogva nyújtotta feléje mindkét kezét. Hát mégis... Postot discrimina rerum. Vidiam alios ventos, felelt Franci azonnal latin viszont idézettel. Helyes a válasz,
bólintott a prímás, csak ki kell tartani mindig, az a fő. De milyen jól kezeli a latin nyelvet. Ezt különben a miséből is megállapítottam, mert egy kicsit magam is értek muzsikához, és a vezérkönyvben lapozgattam már. Kimondhatatlan hálát érzek eminenciád iránt, hogy megmentett a legnagyobb szégyentől, amely mint magyart, katolikust és zeneszerzőt háromszorosan ért volna. Meglátja eminenciád, a jóisten nagy sikerrel fogja megáldani ezt a jótéteményét. Már alig várom, hogy hozzáfoghassak a munkához. Felmehetnék mindjárt a bazilikába, amelyet kívülről már megcsodáltam. Ugye szép, azonnal felmegyünk, magam fogom kalauzolni. Már szedelőzködtek is, és mentek. Fent a malterszagú vadonatúj épületben még állványok és messzes dézsák szárták el az utat, hegyesen fütyörésző festőlegények dolgoztak létrákon, és a pallér istenházában nem illő káromkodása hallatszott. A főpap és társasága közelettére tiszteletteljes csend lett. A munkások szájtátva bámulták a hosszú hajú idegent. Szitovszki bő és lelkes szóáradattal magyarázta a főoltár, a falfestések, a mennyezet különböző szépségeit. De Franci alig tudta türelmetlenségét palástolni, az énekkar helyét akarta mindenáról látni már, és megpróbálni az orgonát. Végre feljutottak a kórusra. Hát, bizony az szűk volt az ő zenéjének elképzelései számára. De mikor leült az orgonához, és ujjai alól elé futtatta a Bach fúga hangjait, a hatalmas búgás boldogsággal remegtette meg lelkét. Már érezte azt a napot, amikor az ő miséjének hangjai fognak erről az orgonáról felszállani a kis esztergomból egyenesen Isten lábai elé. A szemle nem tartott sokáig, és ő már futott volna egyenesen Pestre, hogy a próbákkal egy percet se késlekedjék, de aznapra még ott marasztották Esztergomban. A prímásnál vacsorázott, és egész este semmi másról nem volt szó, mint a nagy ünnep bonyolult rendezéséről. Megtudta, hogy a császár is jelen lesz az ünnepi nagymisén, több főherceg, külföldi vendégek, soha nem látott díszes sokaság Esztergom számára. Beszélgetés közben mindenáron szerette volna kitudni, hogy miféle érthetetlen aknamunka akarta itt az ő miséje dolgát elrontani, de egyenes választ nemigen kapott. A prímás szemmel láthatóan örült, hogy túl van ezen a kényes és áldatlan harcon, és pletykát sem akart csinálni, nehogy még a nagy ünnepségre összegabaítsa az embereket. De a prímási titkár, fekete püspök beszédesebb volt, amikor visszavonultak aludni. Elmondta, hogy Festetics Leó milyen szikrázó hévvel dolgozott a mise ellen. Olyanokat írt a prímásnak, hogy eszébe ne jusson ennek a zenei értelmetlenségnek mecénása gyanánt szerepelni, és dicső nevét odaadni arra, hogy ez a zagyvalék a muzika szakrával szemben támogatást találjon. Ezt meg nem érthetem, mondta Franci. Hát ez a Festetics nekem valaha a legjobb barátom volt. Nincs sejtése püspök úrnak, hogy mi hangolhatta ellenem. Nem igen tudnám, ha csak, gondoljon csak vissza, kedves mester, nem volt-e valami asszony dolog önök között, mert Leó gróf nagy bolondja a szép nemnek. Franci gondolataiban hirtelen villám gyújtott világosságot. Egy pillanat alatt megértett mindent. Egy gyémánt szemű, fekete hajú asszony emléke lebbent fel előtte, már akkor 10 évvel ezelőtt gyanús volt neki, hogy Festetics Leó sejt valamit. Nem lehet másképpen, mint hogy Leó gróf az ő elutazása után rájött valamire.
Ha pedig így van, akkor túlságosan haragudni sem lehet rá. A szerelmi érzékenységben megsértett ember nem beszámítható. Mindjárt el is határozta, hogy ha Festetics Leóval találkozik, egyetlen szóval sem fogja felelősségre vonni a hónapokig tartó intrikáért. Holnap ráér sokáig pihenni, mester. Úgy számítom, hogy délre érjen be Pestre, tisztelői nagy ünnepséggel készülnek fogadni az angol királynő előcsarnokában. Nem, ahhoz most nincs idegem, ezt minden áron el akarom kerülni. Nem megy Pestre valami reggeli hajó, amelyel korán és észrevétlenül besurranhatok a fővárosba. Menni megy, de akkor már alig érdemes lefeküdni. Kofahajó megy, nem sokkal éjfél után, 5 órakor reggel van Pestem. Franci a kofahajóval ment Pestre. Ragyogó augusztusi reggel 5-kor lépett ki a partra. Tündér álom tárult ki előtte. A Duna tündöklő színe fölött a Lánchíd íveinek finoman rajzolt vonala, a hegyek odát és a pesti parton a vadonatúj paloták sorai. A Lánchíd budai fejénél valami építkezés nyomait látta, megmagyarázták neki, hogy a Várhegy tövén át alagút készül, a jövő tavasszal már nem kell a Tabán felé kerülnie annak, aki a budai partról a Vérmezőre akar jutni. A hajnali utas gyalogszerrel ment az angol királynőbe, éppen csak tudomásul vette lakosztályát, és mindjárt nekivágott az ébredező városnak. A rohamos fejlődés meglepte. A Hatvani utcán csupa bérpalota sorakozott egymás mellé, az úttestet kikövezték, de még feltűnőbb volt a változás a Nemzeti Színház táján. Régebben a színházon túl pocsolyás üres telkek következtek, itt ott holmi szalmatetős viskóval, sőt, a színháztól nem messze vadkacsát lehetett lőni. Most magas házak 2 sora húzódott a színházon túl kifelé. A város régen túljutott terjeszkedésével a színházon. Amikor visszament a szállóba reggelizni, megkérdezte a szálló tulajdonosát, aki izgatottan hajlongott körülötte, hogy hány lakosa van Pestnek. Talán 200 000. 200 000. Óriási. Valóságos világváros. Hát ezt gyermekkoromban el se tudtam volna képzelni. Csendesen kavargatta a kávét, emlékeim tűnődött. Aztán a 48-as időkről kérdezte a szállodást, de az csak kurtán és szabódba válaszolgatott. Ő nem is firtatta tovább. Megértette, hogy leigázott országban mindenki vigyáz a szájára. Ezt már előző nap is este észrevette, miért a szabadsághoz idejét említette valaki, a prímási asztal papjai egyszerre merevek és hallgatagok lettek. Neki az egész dologról csak homályos vélemény élt lelkében. Még mindig Széchenyire emlékezett, aki mindezt megjósolta, és most a Döblingi elmegyógyintézetben lakik. Némelyek azt mondják, hogy őrült, mások meg azt állítják, hogy lángelméje tisztább, mint valaha, és egymás után írja a legnagyobb politikai tanulmányait. Akármint van. 46-ban még nem volt őrült, és az öngyilkosságot jelentő forradalmat előre megtagadta. Nemzete azonban, ez a csupa lélek, hiszékeny és vitéz nemzet, hanyat homlok rohant az ágyúk elé, és a hősiesség legendás példáit mutatta. Miért? Semmiért. A Weimarból érkezett magyar a viruló fejlődésen kívül más változást nem látott. Békés kocsik döcögtek az utcán, a pincér frissen és vidáman sürgött forgott a reggelizők között. A magyar és német beszéd kevert zaja most sem volt másféle, mint 10 év előtt. Közben ennek a háznak teteje felett gránátok röpködtek, és az utcán bizonyára sebesülteket lehetett látni. Ő ebből hiányzott, mint Széchenyi.
Heine versben bélyegezte megérte. Hol van már a boldogtalan Heine? Tavasszal elpusztult hátgerinc bajában. Csak neve marad a világé, mint az ő neve is, ha majd egyszer meghal. Heine verse is fennmarad, az ő miséje is. Vajon 100 év múlva hogyan fog igazságot tenni köztük az a magyar, aki a verset is, a misét is hallani fogja? Délelőtt első látogatása Rádai grófnak szólt a Nemzeti Színházban. Az énekkar próbáit akarta vele megbeszélni. A gróf igen előzékenyen állott mindenben rendelkezésére, a mise előzményeinek botrányairól egy szót sem ejtett egyik sem. Közben megérkezett August báró, azzal melegen összeölelkezett. Amikor Rádaitól lejöttek, Franci ott a nyílt utca során megölelte és megcsókolta a bárót. Ez az első szava a hálámnak azért, amit a misémért tettél. Az utolsó hálás szót a halálos ágyamon fogom kimondani. Hát kérlek, ez az őrült Festetics, Franci felemelte a kezét, hogy a mondatot elszakítsa, hagyd. Ne beszéljünk Festeticsről, az egészet el akarom felejteni, csak a te barátságodra akarok emlékezni az egészből. Karonfogva mentek a komlós kertbe ebédelni. Franci már alig várt, hogy valami nagyon borsos és nagyon paprikás, kedvére való ételt rendeljen. És attól kezdve August nem vált el tőle, és mindenhová együtt mentek. Mindenekelőtt a Szabóhoz, Kostyál Ádámhoz, ahol Franci díszmagyart rendelt, mert a régit megette a moly. Délután már Erkel Ferenccel találkozott, Mosonyival, Ábrányival, Beregszászi zongoragyárossal. Érdeklődve hallotta tőlük, hogy 10 év óta nagyot lendült a zene élet. Az opera előadásokat népes közönség hallgatja. A hangversenyek publikuma egyre szélesebb és megértőbb. Sok kotta fogy az új rózsavölgyi üzletben. Zongorát is érdemes gyártani. Addig nem nyugszom, mondta Franci, míg a zeneakadémiát meg nem csináljuk. Ha 3 kis szobával kezdődik, az se baj. Pestnek legyen zeneakadémiája. A pénzalapot már rég megkezdtem magam, annak a pénznek meg kell valahol lenni. Az osztrákok rá nem tették a kezüket, mondta komoran az oroszlán fejű Erkel. Erre mindenki hallgatott. Franci, mint teljesen idegen az itthoni politikában, nem kérdezett semmit, hallgatott maga is. De este elvitték a Lloyd étterembe vacsorázni, és ott Patikárus Ferkó bandája játszott. A cigány rögtön megtudta, hogy ki az idegen úr a pesti urak között, már ott is állt Franci mellett, és a prímások mulatságosan színészkedő vigyorgásával kezdte fülébe húzni egyik nótát a másik után. Franci meglepetve kapta fel a fejét, hiszen ez az én első rapszódiám. Persze! Felelte Erkel. Játsza ez valamennyit, ami eddig megjelent. Nem csak ő, a többi cigány is játsza. Nem csak a cigányok, az egész ország játsza. Ahol férjhez adó kisasszony van, az Liszt rapszódiával parádoizik a gavallérok előtt. Az egész este cigány muzsikával telt el. És ahogy a többi asztal közönsége is hallgatta a zenét, abból Franci egyszerre megérezte és megértette a magyar politikát. Itt ugyanaz történik, mint ami Varsóban történt a Chopin muzsikával. Egy elnyomott fajta száját be lehet fogni, de a szívét nem. A Lloyd kertben a nyári lombok alatt tömör és konok magyarsággal telt meg a levegő, és a hangulatnak olyan hatalmas ereje volt, hogy repeső hullámai között minden elnyomó hatalom kétségbe esett,
és gyermeki erőlködésnek tetszett. Franci mindent tudott fajtájáról és hazájáról, ami lényeges volt. Ez a föld és ez a fajta sohasem szűnhetik meg a maga külön színét, vérét, ízét megtartani. Akármit csinálnak vele, magyarság mindig volt és mindig lesz. Oda nyújtotta a cigánynak, az azonban hátralépett, és valamit mondott magyarul. Mit mond? Azt mondja, tolmácsolta August, hogy ha neked játszhatik, azzal ő bőven meg van fizetve. Amikor hazamentek, Franci feljegyzett egy pár motívumot, és úgy döntött, hogy most már körülbelül itt az ideje a cigányokról szóló könyvét megírni, amelyhez bolyongásai közben annyi érdekes adatot jegyzett fel. Volt valami elképzelése ennek a furcsa fajnak, az egyes európai nemzetek faji zenéjét való viszonyáról, de egyelőre igen ködös és tapogatózó. Ezt majd alaposan végig gondolja, mélyére hatol a kérdésnek és megírja. A fősúlyt természetesen a magyar cigányokra vetve. Ezzel tartozik fajtájának is, a vérét mindig felkorbácsoló cigányzenének is. Másnap már meglátszott a városon, hogy a világhírű magyar Pesten tartózkodik. A kirakatokban itt is, ott is megjelent arcképe, néhol babérkoszorúzottan, de a háromszínű szalag dísze most hiányzott róla. Az utcán mindenütt felismerték, és csoportokba verődve éjjelezték. Harmadnap már halom számra kapta a leveleket, jó részöket magyarul. Meghívásai megint zsúfoltan tornyosultak össze, a 10 év előtti ismerősök egymás után jelentkeztek. Festetics Leóval is találkozott. Udvariasan, nyájasan nyújtott neki kezet, és Festetics kutató pillantással nyújtotta a magáét. Nyilván tudni szerette volna, hogy Franci mennyit tud. Mivel pedig Franci semmivel sem árult el értesültségét, Festetics merészen megütötte a régi barátság hangját. Aki hallotta őket, azt hihette volna, hogy igen nyájas, jó ismerősök. Négy szem közt azonban sohasem maradtak, Festetics Leó ezt gondosan elkerülte. A próbák megindultak. Franci soha még ilyen gonddal nem dolgozta ki egyetlen szerzeménye előadását sem. Minden 2-3 ütemnyi frázist számtalanszor megismételtetett, percekig magyarázta a legaprélékosabb árnyalatokat, és ha nem ment minden úgy, ahogy kívánta, a heves kiabálásig elment. Már a harmadik próbán közölték vele, hogy milyen tréfa kering róla. Liszt imádkozva írta a misét, de káromkodva tanítja be. Ha nem tudnám, hogy Pesten vagyok, mondta, erről ráismernék. Itt 5 perc múlva mindenről tréfa születik, és nem is rossz. A Nemzeti Színházban folytak a próbák. A nézőtére mindig kíváncsi tagok ültek, és Franci egymás után ismerkedett meg velük, amikor pihenőül kiment az udvarra rágyújtani. És volt ezek között egy hölgy, aki feltűnően jól beszélt franciául, de modorával és megjelenésével is felkeltette figyelmét. Ezt a színésznőt Bujovszkiné Szilágyi Lillának hívták. Nem sokkal volt még túl a 20-on, de annál erősebben toporzékolt benne a becsvágy, amely az uralkodó korosabb primadonnák miatt nem kaphatott elég táplálékot. Okos nő volt, olvasott is, és eredeti, de kisé tudákos és túlontúl regényes. A fáradtságos próbák szüneteiben ezzel a kis színésznővel üdítette magát a mise alkotója. A Sanctus hangjai közül jött ki beszélgetni vele az augusztusi délelőtt rekkenő hőségébe, és a Krédó hangjai közé ment vissza tőle. A regényes Lilla nyilván éjszaka kovácsolgatta azokat az elmés mondatokat, amelyeket másnap félig lehunyt villákkal ábrándosan kevert bele a társalgásba, a fáradt zeneszerző azonban csak fél füllel hallgatott rá. Közönye egyre kevesebb kacérságra indította Lillácskát,
És az ifjú művésznő végül is nyílt vallomásra ragadtatta magát. Franci rápillantott és jóindulatúan elmosolyodott. Apja lehetnék magának, angyalom, ezt ne felejtse el. Miért? Hány éves? 45 leszek, nem sokára. Ó, az nem kor. És én a fiatal férfiakat ki nem állhatom. Nem tudok velük miről beszélni. Magával tudok. Franci most nézte meg először, alaposabban. Néni, gondolta magában, hiszen ez az asszonyka rendkívül csinos. És rettentő nagy igyekezetében, ahogy francia olvasottságát és zenei műveltségét mutatja, ahogy regényírói terveit magyarázza mindenáron való érdekességgel, van valami megindító. Ránézett, úgy, ahogyan ő tudott nézni, azzal az érzéki, vérforraló és kígyó bűvölő pillantással. És Lilla félig aléltan hunyta be szemét. Franci bizonyos gyengéd részvéttel nézett rá, az asszonyoknak ezt a mákonyos, tehetetlen elbódulását jól ismerte. Számtalan szép szempárt látott már pillantásának ereje alatt ilyen boldog ájulatban lehunyódni. Megadva halk baritonjának azt a forró, suttogó mellékzöngét, amely hozzátartozott régi fegyvertárához, így szólt hozzá. Maga említette, hogy szeretne Párizsba utazni. Majd jöjjön fel hozzám, adok néhány ajánló levelet. Lilla nem felelt, de látszott rajta, hogy hevesebben lélegzik. Ő pedig bement a próbára, és egy perc múlva már szigorúan verte pálcájával a kottatartót. Nem tudta elérni, hogy az énekesek a krédó szó záró hangját egész röviden és csapottan ejtsék. Franci már tudta barátai magyarázatából, hogy a szót végző rövid ok a magyar füllel merőben ellenkezik. Ilyen magyar szó nincs. De ha nem tudják, tanulják meg! 20-szor elismételtette velük, Lillát teljesen elfelejtette. Csak akkor jutott megint eszébe, amikor hazament szállására. A kalandot reménytelennek tartotta. Lehetetlen, hogy egy magányos hölgy meglátogathassa őt az angol királynőben. De még aznap este meghallotta a szobapincértől, hogy Bujovszki Lilla egy napra ide költözött a szállóba, mert a lakását tapétáztatja. A szép magyar színésznő úgy hullott az ölébe, hogy a kezét sem kellett kinyújtania érte. És mikor a telhetetlen csókoktól fáradtan egyedül maradt az éjszaka csöndjében, csak a tétova ámbra illat maradt a kilebbent asszony után. Franci meglepetten nézett lelkiismeretébe. Hogy Karolint megcsalta, az nem okozott most már sok gondot neki. Karolin sokkal inkább életének társa volt már, semmint kedvese. De lelkében felbukkant Ágnes finom hallgatag arca, és ennek az arcnak szemrehányó pillantását csak szégyennel tudta elviselni. Ágnes nagyon szomorú leveleket írt neki ez időtájt. Tüdőbaj tört ki rajta, gyakran vért köhögött. Szegény-szegény Ágnes, pusztuló kis Gretchen. Csúnya dolog volt megcsalni, nem a hercegnőt, hanem Ágnest, aki sohasem volt az övé. A nagy díszvacsorát, amelynek ezúttal sem lehetett elmaradnia, a Péterféle zongorateremben rendezték. A fényes étrendet rövid hangverseny előzte meg. Ezen egy vokál négyes üdvözlő dalt adott elő, magyar szöveggel, de a szöveg német fordításban ott feküdt tányérja mellett. Kit hord örök hírs diadal, kiben szívünk ver, zeng a dal, míg idő el nem öl. Honod, mely büszke rád szeret, a hunyadiak, zrínyiek hazája üdvözöl. Légy büszke rá, és ne feledd, e föld, mely szülte bűvszered, hősök, csodák hona,
E népnek, mely hord néma bút, és örömében sírni tud, nincs párja, rokona. Eddigre már jól értette Franci a pesti irodalmi életnek azt a virált nyelvét, amely az osztrák katona uralom szenvedéseit rajta kaphatatlanul tudta homályos célzásokba foglalni. Ez a vers is a néma búról beszélt, és ő tudta, hogy ez micsoda. Boldog volt, hogy ez az egész terem óriási terített asztalának közönségével együtt őt is belevonja az összeesküvés közösségébe. Honfitársai őt velük érzőnek, velük szenvedő magyarnak tartották, és ez meleg hálával töltötte el. Amikor a dal elhangzott, odahozták hozzá a szerzőket. A zene íróját nem kellett bemutatni, az a csendes, szerény Doppler volt, akivel sok levelet váltott már, de a szöveg íróját, akit Vajda János néven mutattak be, neki nem ismerte. Hálásan köszönöm, mondta a zavart és komor fiatalembernek. A vers igazán gyönyörű. Nem csak a fiókomban, hanem a szívemben is meg fogom őrizni. A mi költőink mind olyan tehetségesek. Csak nekem nem írnak opera szöveget. Tessék, dadogta Vajda János. Mondom, magyar opera szöveget szeretnék. Valami szép, lelkes, hősies témát a magyar történelemből. Gondolkozzék rajta, én egy szép magyar szöveget szívesen megzenésítenék. Vajda János mormogott rá valami érthetetlent, és eltűnt a vacsora árjában. Aztán megindult a felszolgálás és a tósztok véghetetlen árja. Valamennyi a magyar bánatra vonatkozó olyan célzásokkal, amelyekkel az osztrák cenzúra nem tehetett semmit. És közben vad, nekibúsultan vigadó cigányzenével, amelyel az egész osztrák birodalom még kevésbé tehetett bármit is. Ezen a vacsorán jelen volt egy Brand Mihály nevű érdemes pesti zeneszerző. Ez is írt misét, és Festetics Leó ezt a misét igyekezett volt kijátszani a francié ellen. De nem sikerült, a Brand miséje lemaradt. A franci őszintén megsajnálta azt a muzsikust, akit akaratlanul is ő szorított le az érvényesülés egy ilyen fontos állomásáról. Folyton azon törte a fejét, hogy miképpen vigasztalhatná meg ezt a Brandot. Ki is eszelte a magas papi személyek útján, akiknél most különös befolyásra tett szert, elintézte, hogy a Brand miséjét előadják a belvárosi plébánia templomban, és ő vezényelhesse. Ezzel újabb próbák súlyos terhét vette magára, de nem törődött vele. Brand majdhogy sírva nem fakadt örömében. A Liszt mise főpróbáját 5 nappal az esztergomi ünnep előtt tartották meg a Nemzeti Múzeumban. Sok vita volt arról, hogy mi legyen az a közcél, amelynek javára rendezzék. Kubinyi, a Nemzeti Múzeum igazgatója azzal a nagy tervvel foglalkozott, hogy kertet alapít a múzeum körüli sívár térségen, és mindenáron erre szerette volna elkérni a bevételt. De Franci úgy vélte, hogy ennek a főpróbának jövedelme csak egyházi célt szolgálhat, és ezért felajánlotta a jövedelmet annak a bazilikának céljaira, amelyet a Lipót városban szándékoztak építeni. A drága helyárak ellenére annyian jöttek a főpróbára, hogy sokan nem fértek be a terembe. Elég jól ment a dolog, Franci meg volt vele elégedve. Ott volt a hercegprímás is, aki a főpróba után odalépett a szerzőhöz és megölelte. Teljes szívemből gratulálok. Most már megvallhatom, hogy ma délutánig nagyon féltem. Úgy telebeszélték a fejemet, de a mise, hála Istennek, gyönyörű. August báró, jöjjön ide magának, külön meg akarom köszönni, hogy engem nem hagyott békében. Franci úszott az örömben. A lögdösődő tömegben egy kezet érzett karjára nehezedni. Hátrafordult, Bujovszki Lilla állt mögötte.
Mikor látom? Kérdezte rebegve mély pillantással. Hát igazán zavarban vagyok, felette Franci. Azt talán tudja, hogy átköltöztem Budára a karácsonyi palotába. Guido gróf régi barátom, talán ha nála lesz egy esté. A tolongás elsodorta őket egymástól. Mások is jöttek gratulálni, rajongtak, oda voltak. Még Festetics Leo is odajött, amikor a hercegprímás már eltűnt. Gratulált és hosszabb zenei megjegyzésekbe is belefogott, de a tolongás őt is elsodorta. A siker teljesnek látszott. Másnap a sajtóban még erősebb hangot kapott a tetszés. August mind lefordította a bírálatokat, ha ugyan a rajongása prózában írott költeményeit bírálatoknak lehetett nevezni. A pillanat hatalma uralkodik fölöttem. Ne kérdezzétek tőlem, honnan jövök, hol valék. Nézzetek arcomra, és lehetetlen, hogy meg ne lássátok rajta a legnemesebb élv nyomait. Nézzetek szemembe, és lehetetlen, hogy ki ne olvassátok belőle a szentelt tüzet, mely azt gyullasztja. Igen, én a legfönségesebb zene diadal ünnepéről jövök, és oly elégedetnek érzem magamat, hogy parányiságom tapsaival e diadalt annyi ezerrel együtt én is dicsőíthettem. De Antal, azt mondják, hogy hazájában senki sem lehet proféta. Én úgy látom, hogy én is a hazám is kivételek vagyunk. Én itt lehetnék csak proféta igazán. Ki tudja, egyszer talán még lesz belőlem valami. Nincs is nagyobb vágyam, felelte August, de legalább ne dolgozzál ellene, hogy haza kerül. Ma is valami furcsa dolgot hallottam, hogy a bécsi udvarnál haragszanak rád, mert valami meghívást visszautasítottál. Franci meglepődött, hát ezt ennyire számon tartják. Elmondta a bécsi lemondás történetét. Hát így egész másként hangzik. Majd alkalomattán tisztázni fogom ezt az ügyet Bécsben, ha felmegyek. Fontos, hogy tisztázzam, mert a régi tervet már ideje megvalósítanunk. Miféle tervet? Nemességet fogsz kapni, a dolog a legjobb úton van, csak bízd rám az egészet. A mise szerzője elpirult. Maga előtt sem tagadta, hogy a nemesség nagy örömet okozna neki. Ha erre gondolt, még mindig úgy érezte, hogy címeres levelével képzeletben odáll Szentkri gróf elé, és azt mondja, hogy nem mond semmit. Szentkri gróf rég meghalt. De a hajdani seb, amelyet ütött, még most is sajgott néha. És erre a sajgásra kellett a nemes levél balzsama. Két nappal a felszentelés előtt felszállt a közreműködőkkel együtt a Marianne nevű hajócskára. A közreműködők közt ott volt a Weimari Színház első harsonása, azt táviratilag hívta le saját költségén, mert a harsonák szereplésével nem volt megelégedve. Este érkeztek Esztergomba, kapkodó és fejetlen rendetlenségbe. A kijelölt szállásokat össze-vissza keverték, senki sem tudta, hogy hol fog aludni. Franci otthagyta a futkosókat és veszekedőket, visszament a hajóra, és ott valami fekvőhelyet csinált magának székekből és kabátokból. Reggel ment próbálni a bazilikába. Egész álló nap a templomban dolgozott. A zene szüneteiben tompa dörrenéseket lehetett hallani. Ekkor dördült el az a 101 ágyúlövés, amely az udvart hozó bécsi hajó érkeztét hirdette. Nagy pompa, felvonulás, fogadtatás volt odakint, ő ebből mind nem látott semmit. Az éjjelt megint a hajón töltötte. A nagy napon reggel valami kabinba zárkózva öltözött fel, frakkot vett magára, összes rendjeleit feltűzte, aztán a szereplőkkel együtt felment a bazilikába. Rengeteg bámészkodó állt az úton, szorványosan éjenek is hallatszottak. 10 órakor a helyén volt mindenki, odalent kezdődött a ceremónia. Elmúlt egy fél óra, egy óra, két óra, a misére még mindig nem került a sor.
Végül 1:30-kor mozgolódás támadt, az ünnepség eddigi része lefolyt, következhetett a mise. Francia 3,5 óra óta áldogálva várakozó szereplők holtfáradt arcán végig pillantva keresztet vetett. Szörnyű hőség kínzott mindenkit, az életveszélyesen megtömött templomnak szinte még a falai is lihegtek. Ittett. A mise megszentült. Felbúgott az orgona. Lent a pazar felvonulás színei töltötték meg az oltár terét. Imbolygó alakok fehér csipke köntösei, aranycsillogású miseruhák, piros ezüst színek jöttek, mentek. Dominus vobis cum, csengett a hercegprímás öreges lágy hangja. Et cum spiritu tuo, zendült rá idefent a kar. Csend, csoszogás, orgonaszó megint, erős tömjén illatt, tikkasztó hőség. Franci hirtelen vágyat érzett magában eltűnni innen, és felbukkanni egy néptelen kicsiny kápolna hűs márvány padlóján, egyedül, odaadóan kedves áhítatban. De megtörölte berejtékező homlokát, és figyelt. Kyrie eleison, mondták odalent az ókereszténység görög mondatát a latin misében. Christe eleison, Franci feszülten figyelt, és már emelte a pálcát. Most megharsant a telt, hatalmas dédur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, háromszor egymás után. És aztán az emberiség örök kiáltása, az irgalmat kérő elemi feljajtulás zenéje. Kyrie eleison, ha senki más a templomban, ő bűvöletes elragadtatást érzett azon, ami most jött. A Szent Háromság titokzatos motívumán, amelyet annyi éjszakán hajszolt, mint valami túlvilági galambot, míg nem hangjainak fogjává tette. Aztán végigvitte az egész misén, hogy egyetlen zenei egységbe foglalja a szent áldozat titokzatos drámáját, mint a zenévé vált katolicizmus maga. Ismét szünet és orgona váltakozása hőség tömjén illat. Lent a pontifikálás magas méltóságában lépkedett jobbról balra és vissza a hercegprímás, a segédlet pontosan gyakorolt mozdulatai megragadó csoportokat alkottak. Külön baldahinos helyén lehetett látni a fiatal császárt és Erzsébetet, Európa leghatalmasabb asszonyát, amint szép fejét alázatosan meghajtotta a pompás hajkoronával. Vigyázni most! Gloria in excelsis Deo! Hegedűk hádúr tremolója remektesse meg a dicsőség zengő mindenséget. Az oboa lelkesen sikoltja a glóriákat, és a hangszerek boldog imáját átveszi az angyalokkal. A zene visszanyúl a miséből a Bibliába. Ezt a mondatot a betlehemi angyal mondta a pásztoroknak. A mise az angyali mondatot idézőjelben hirdeti. Tudjátok meg ezt odalenti imádkozók, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Aztán a krédó következik. Az a minden betűjébe kidolgozott fenséges szav alatt, a hiszekedj, amelyben a hit erejét, sziklaszilárd kétségtelenségét a saját lelkéből öntötte bele a hangszerekbe a nagy hívő. Micsoda öröm ezeket a krédó szavakat vezényelni, hogy maga a vezénylő teljes testével és lelkével belerendüljön. A C-dur ütemek magától értetődő, és éppen ezért legrejtelmesebb hangnemébe, míg nem a hittételek felsorolása eljut az ítéletnapig, mikor Isten lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Vivos et
Portuós! Rettenetes erővel szólalnak meg a harsonák. A weimari zenész vezeti őket, ijesztő túba kiáltások dördülnek közéjük, és a portuós szónál a hegedük hátborzongató viharában szinte megnyílnak a sírok. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo! Lent folyik a mise áldozat ünnepi rendje, idefent nem lehet misét hallgatni, hanem oda kell hallgatni a misére. Mikor int a perc, akkor jön a Sanctus, szent az Úristen, a Sebaot Isten, az Ószövetségbeli seregek istene. A vezénylő arcán büszkeség ragyog. Senki ebben a templomban nem tudhatja, hogy ez a tétel örök értéke lesz az egyházi zeneirodalomnak. Az csak olyan valaki tudhatná odalent megmondani, aki legalább olyan műveltje az egyházi zenének, mint Liszt Ferenc. De olyan itt nincs. A 9/4-es időmérték elragadtatott szívdobogásában a G-dur hozsannák úgy csapnak bele a fővonalba, mint a vallásos révületbe esett sokaság szorványos kiabálói az első virágvasárnapon. És Istennek odafenn hallania kell, hogy milyen gyönyörű szépen üdvözli őt ez a hiú, asszonybolond, viharos múltú, kósza magyar, akinek a lelke mégiscsak őszintén és melegen tiszta. És végül az Agnus Dei. A nagy fohász Isten bárányához, aki rettenetes vére szenvedésében elveszi a világ bűneit, hogy adjon nekünk békességet. Maga a vallás, ez a fohász. Illő zeneileg, hogy a vallás előbb már elmondott zenei alapelemeiből következzék. Olyan ez az egész mise, mint a mesteri épület, amelyben minden kő nélkülözhetetlen, a legtávolabbiak is összefüggenek, a legközelebbiek is önállóak. És végül a teljes hit hegymozdító erejével valamennyi hangszer teljes hangjával elkiáltja a két szótagot úgy, ahogy a Hiszek egyben előfordult. Krédó! A misének vége. Odalent egy világos hangú fiatal tenor kiáll az oltár elé. Hosszan énekli császárnak és parasztnak, íte missa est. Menjetek, elküldünk mostan. Franci holtfáradta támaszkodott az orgona oldalához. Negyedfél órai várakozás után már kimerülten kezdett neki a misének a hőségben. És lelke minden erejével beleélte magát zenéje ember fölötti izgalmaiba. Átélte a Kyrie eleison porba fetrengő rimánkodását isteni irgalomért, a glória lelkendező ujjongását, a krédó megrendítő erejét, a Sanctus, a Benedictus mennybe emelkedését, s végül az Agnus Dei iszonyú élményét, a leomlást a keresztre szegezett alak előtt, akinek kezéből, lábából, homloka tövi sebeiből és keblett dárda döféséből csorog a vér ő érte. Az emberért, Liszt Ferencért, akinek emberi hibáira csak azért van bocsánat, mert maga az Isten halt meg érte rettenetes kínok között. Ezt mind elmondta a zene. Hónapok valóságos átszellemült lázálomban végzett munkája, és ő ezt mind átélte most a maga zenéjében. Mint aki nagy betegségből kelt fel, úgy botorkált most vissza a való életbe, kezét alig tudta emelni, mikor sorra gratulált a tenorista Jekkel falusinak, a szoprán Kaisernénak, a weimari harsonásnak, mindenkinek. És elbúcsúzott tőlük a viszontlátásra. Az előadók számára a hajón terítettek ebédet, őt meghívták a hercegprímás díszebédjére. Ezt kissé restelte is,
a hű munkatársak előtt. Lent a bazilika kijáratánál egy fiatal pap cédulát nyomott a kezébe. Ezen a cédulán fel volt írva pontos helye a díszebéd asztalánál. Két asztal van, magyarázta a pap. Az első asztalnál ő eminenciája, az udvar és a notabilitások foglalnak helyet. Méltóságodnak a második asztalnál van a helye fenntartva. Nem méltóztatott Rádai grófot látni? Franci fülig pirosan forgatta kezében a cédulát. Őt a második asztalhoz ültetik. Ő nem elég jó az első asztalhoz. Ő, aki a misét komponálta, ő, aki hazájának a maga mesterségében kivívta a földkerekség első helyét. Alig tudott gondolkozni, zsibongó idegei kábultát tették, szíve lüktetését dobhártyájában érezte. Csak állott tanácstalanul. Ekkor három urat látott áldogálni a közelben, Rádai grófot, Karácsonyi grófot és Festetics grófot. Azok is most látták meg őt, ahogy a tolongás kissé ritkult. Nem tudom, a macska asztalnál kaptam helyet. Nem rossz, szólt Rádai keserű nevetéssel. Mi is mind a hárman oda jutottunk. Úgy látszik, nem vagyunk elég jók ezeknek a bécsi nyavajásoknak. Magyarok hátra, előbb a csehek, meg a rácok, meg a polyákok. Hát csak menjetek ebédelni. Én vagyok akkora úr magamnak, mint azokat mindnyájan együttvéve. A magam részéről a hajón ebédelek, mondta Franci, a munkatársaimmal. Oda tartozom. Hálás vagyok a rendezésnek, hogy ezt eszembe juttatta. Viszontlátásra. Csak lassan, szólt erre gróf Karácsonyi Guido. Mi is a hajón ebédelünk. Leballagtak mind a négyen a dombról, mentek a hajóra. Ott boldog rivalgás fogadta őket. Hamar négy helyet szorítottak nekik. Franci azonnal lehajtott egy teli pohár tiszta bort, már majdnem elepett a szomjúságtól. A bor azonnal a fejébe szállt. Egy Vrabé nevű úriember mutatkozott be neki, akivel ott ült süldő leánya is. Élénkszemű, de megrebbent kisleány volt, tekintetéből az imádat és a rajongás sugárzott a híres ember felé. Az apa büszkén magyarázta Francinak, hogy leánya rendkívüli zongora tehetség, és kicsin gyermekkora óta mérhetetlenül szereti a Liszt számokat. Szabad még egyszer a kisleány nevét? Vrabé Serafin, mondta az apa a lámpalázas leányka helyett. Franci felemelte poharát és vígan alkalmazta azon 8-10 szó egyikét, amelyeket hazája anyanyelvéből ismert. Éljen Vrabé Serafin! Kocintott a remegő kezű hajadonnal és felhajtotta a bort fenékig. Ettől kezdve az egész nap színes kötfátyolkép gyanánt vonult el tudata előtt. Hatig poharaztak a hajón, akkor mindnyájan elmentek a Dunaparti népünnepére, ahol ökörsütés folyt. Most gurították azt a 8 hordó bort, amit a prímási pince adott a népnek. Szólt a cigány, Franciának dacos és megveszekedett jókedve támadt. Az egyik hordót éppen csapra verték, ő odament és kalapját tartotta a csap alá. Megivott egy kalap bort. Éjenző zsivaj hangzott körülötte. Odább már csárdás táncoltak a parasztok, közéjük állott, elkezdte magát illegetni. Ment a dolog. Egy színes rokolyájú menyecske perdült eléje, és kacagva kellette magát. Az derékon kapta, boldogan ordított egyet megint magyarul, ihajla, tyuhajla. Ezt így hallotta a mulató vásárosoktól még gyerekkorában. Maga is csodálkozott rajta, hogy milyen jól tudja mondani. Az általános kacaj és éjjenzés, a lázító ritmus, a mámor és a dac forró forgószele kapta magával, átadta testét a muzsika diktálásának, a mise álmodója beleszédült az ősi mulatság pogány kaján vadkedvébe. A világegyetem megállt körülötte, és nem maradt más belőle, csak a cigány. Mikor már nem bírt a tüdővel, leomlott valami lócára, és telhetetlenül ivott tovább,
Akkor megint feltápászkodott és táncolt tovább pohárral a kezében. Csak arra emlékezett még, hogy késő éjjel van. Ő boldogan botorkál valamerre valami úton, dúdolva vezényel, mögötte harsogva, sikítva, bugybarékolva zeng a cigányzene. Másnap azzal rázták fel, hogy siessen öltözködni. A hideg mosdóvíztől lassan visszakapta gondolatait. Végig eszmélte az egész tegnapi napot, a mise nagy élményét, az ültetés esetét, és délután azt a nagyszerű, tomboló, teljes kielégülést adó eszeveszett mulatozást. Feje hasogató fájdalommal fájt, de ő nagy boldogságot érzett. Életében most érezte először, tudatos teljességgel, hogy testével, lelkével egyfajtához tartozik. Eddig csak elméjével tudta, hogy magyar. Most ebben a cigányos, táncoló eszméletlenségben megtudta vére ősi, öntudatlan szavával is. A prímásnál kellett ebédelnie. Szűkkörű volt a társaság, a prímási udvar egy-két papján kívül a zágrábi érsek, a nagyváradi görög-katolikus érsek, a brünni érsek, az udinei érsek, az erdélyi püspök August Báró és gróf Károly István. A mise szerzőjét hangos, tüntető gratulációk üdvözölték. A tegnapi nagynap emlékeiről beszélt mindenki, a rendezés kellemetlen viszontagságairól, a mise gyönyörű részeiről, a bazilika szépségeiről, de főként a magas bécsi vendégekről. Hogy tetszett őfelségének a mise, kérdezte francia herceprimást. Nem nyilatkozott eminenciádnak? De igen, hogyne, felelte a főpap. Nyilatkozott, azt mondta, hogy, hát szóval, hogy, vagyis nem tetszett neki. Őszintén szólva, nem. Azonban külön megjegyezte őfelség, hogy az ő véleménye nem mértékadó, mert őt a zene nem nagyon érdekli. Őfelsége a krédónak azt a részét, amely az utolsó ítéletről szól, különösen nem kedvelte. Viszont nekem, amennyiben szabad őfelségének az ő távollétében ellentmondanom, ez a rész nagyon is tetszett. De hát a császárnak annyira nem tetszett, ne vegye ezt annyira szívére, kedves mester. Valamit meglepetésül akartam tartogatni magának, de ha így áll a dolog, inkább elmondom. Őfelségével alkalmam lévén a miséről beszélni felvetettem előtte azt a gondolatot, hogy szép lenne, ha a bécsi állam nyomta a misét államköltségen kinyomatná. Erre őfelsége kegyesen bólintott. Francia rá sem ért hálálkodni az örömtől, már átvette a szót Hajnald, az erdélyi püspök, aki arról volt nevezetes, hogy a 49-es időkben vonakodott tudomásul venni a Habsburgok detronizációját, és ezért el is mozdították. Ez is mutatja, hogy őfelsége milyen bölcs uralkodó. Zenéhez legkegyelmesebben nem ért semmit, de az érdemek jutalmazásához megvan a kellő érzéke. Ez a Hajnald nagyon tetszett Francinak. Rózsás arcú, kedélyes főpap volt, aranykeretű pápaszeme mögül egy gyermeki szempár kék derűje csillogott. Régészet érdekelte különösen, képzőművészet és botanika. Mindenki szívesen hallgatta, többnyire ő vitte a szót. Francival ott mindjárt összemelegedtek. A hercegprimás, aki nagyon nem helyeselte a tegnapi asztali ültetés bécsi tapintatlanságait, a sült után felállt és nagyon szép dikciót mondott a magyar katolikus művész mintaképére. Felállt az udinei érsek is, aki nagy zeneértő volt, és olaszul felköszöntötte a nagy zeneszerzőt. Így szólította, La Gloria dell'Ungheria. Azt hallom, mondta Hajnald kötekedő mosollyal, hogy Magyarország dicső glóriája tegnap kalapból itta a bort, és ugyancsak ropta a csárdást. Így volt, felelte vígan franci, külföldön nem lehet igazán mulatni. Ha 10 évenként egyszer hazajövök, ki kell mulatnom magam cigány mellett 10 újabb esztendőre.
Ez valami csodálatos ez a mi cigányzenénk. Nagy könyvet készülök írni erről a fajtáról, amelyről senki nem tudja, hogy honnan jött, amely... Bocsánat, nagyon is tudjuk, hogy honnan jött. A cigányok hindu származásúak, pária törzs, amely átszivárgott Európába. Ez a megállapítás Francit mód felett meglepte. Sohasem hallott, hogy a cigányok eredete ismeretes. Azonnal faggatni kezdte a tudós püspököt, mindent tudni akart, amit a püspök tudott, de az ebédnek vége volt, a beszélgetést az esti hajóra halasztották, megbeszélték, hogy együtt térnek vissza Pestre. Addig azonban Francinak még egy nagyon érdekes találkozáson kellett átesnie. A prímási palota folyosóján várta valaki, fiatal papi ember, nyurga, aszkéta arcú szőke. Mivel szolgálhatok? Kérdezte Franci udvariasan. Én csak azért óhajtottam bemutatkozni, mondta az ifjú pap zavartan, mert én a mesternek unokatestvére vagyok. Nevem Hennig Alajos. Hennignének a fia vagyok, az Ádám bácsi egyik nővérének. Itt vagyok most karkáplán Esztergomban, és soká haboztam, de gondoltam, talán nem veszi tolakodásnak a mester. A Hennigné fia vagy? Na gyere ide! Gyere, kedves öcsém, hadd öleljelek meg. Jaj, de örülök, tudok rólad, hát hogy ne emlékszem, hogy szegény apám emlegetett olykor, hát még ilyet, milyen kedves meglepetések érik az embert, nem innál velem egy konyakot. Köszönöm, mester, de mit, mester? Hát csak nem fogod Franci bátyádat mesterezni, szóval nem iszol. Hát én bizony iszom, mert másnapos vagyok. Most elmegyek hozzád, hozas konyakot, aztán beszélj, hogyan élsz, mi a célod, hol segíthetek. De a fiatal papnak nem volt szüksége segítségre. Jól megvolt Esztergomban, feljebb valói szerették, minden szabad idejét a zenének szentelte, büszkén arra, hogy Liszt leány az édesanyja. Franci egyházi zenéről kezdett vele beszélni, és a fiatal pap nagy örömet szerzett neki a gregoriánus muzsikában és Palestrina műveiben való nagy jártasságával. Mindjárt letelepedtek a harmóniumhoz, amely ott állott Hennig Alajos karkáplán imazsámúja mellett. Úgy belemelegedtek a mise elemzésébe mind a ketten, azon kívül Franci még külön is a konyakba, hogy nem nézték az órát. Végül szaladni kellett. Gyorsan megölelték, megcsókolták egymást. Franci még visszakiáltotta, hogy Weimarban korlátlan ideig hajlandó vendégül látni és oktatni unoka öccsét, aztán szaladt a hajóra. Nagyon kellemesen érezte magát, ezen a napon csupa öröm érte. És a hajóról visszatekintve a bazilikára úgy érezte, hogy ez a szép templom most már inkább az övé, mint akárki másé. A hajó elindult, és ő aztán részletes beszélgetésbe merült hajnal püspökkel a cigányokról. Pesten még eltöltött néhány napot a karácsonyi palotában, egy estét Barabás Miklósnál a híres festőnél töltött, kirándult Fótra is, hogy ott a Károlyi kastély freskóit megnézze, tárgyalt Hekenasztal a cigányokról megirandó könyv magyar kiadásáról, Weimári kismiséjét is előadták Pesten, a hercegprímás most szentelte fel a Hermina kápolnát is. Utolsó napon elment a franciskánusokhoz. Most már harmadszor látogatta meg a kedves rendházat, és gyermekkori emlékeim mélázva tekingetett körül a fehérre meszelt folyosó kőkockáin kopogva. Akik 35 éve kisfiúnak látták őt ebben a házban, azok közül alig élt már egy is. De a mostaniak is alig tudták hova tenni örömükben. Úgy becézték és kényeztették, mintha kisfiú lenne most is. Milyen boldog érzés lehet ide tartozni, mondta Kromperger páternek. Az az ifjúkori vágyam, hogy Isten szolgája legyek, még most sem halt meg bennem egészen. Itt meg éppen megmozdul a szívem, ahol apám novícius volt valaha. Annyira szeretne ide tartozni. Annyira, de hát a foglalkozásomat nem hagyhatom ott. Nagy célokat szolgálok, dolgoznom kell tovább.
az nem akadály. Vannak nekünk terciárius konfrátereink, akik polgári személyek maradnak. Ó, ha ezt lehetne. Hogy ne lehetne? Dísz lesz a mi házunk számára. Na majd beszélünk a provinciálissal. Weimarba küldjük az értesítést. Franci megadta weimari címét, az Altenburgot. A tolkisé habozott a kezében, amikor leírta. Ott ő egy asszonnyal élt együtt, házasság nélkül. Kisé ildomtalan dolog abba a házba kérni az értesítést, hogy tiszteletbeli szerzetessé lett. De mégiscsak leírta a címet. Nagyon vágyott arra az örömre, hogy hajdani nagyvágya legalább ilyen kései és félmódon megvalósul. A barátok pedig ékes latinsággal feljegyezték évkönyvükbe, hogy List ab convento confrater assumi desideravit. List kifejezte azon kívánságát, hogy a konvent őt konfráter gyanánt felvegye. A leendő konfráter aztán elutazott. Bécsben megállt a Strauss János kedvéért, aki eljátszott a zenekarával a Mazeppát. Aztán Prága következett, ahol már készültek az esztergomi mise bemutatására. A cseh egyház gyorsan igyekezett híveinek ezt a zenei gyönyörűséget megszerezni. Itt érte utol Szilágyi Lilla hosszú rajongó levele. A szép színésznő oldalakon át faggatta regényes szónoki hévvel, nem éreze szerelmet a nagyember, akármilyen kicsit, de szerelmet, mert az ő álma az, hogy véghetetlen nagy szerelmét ugyanilyen szerelem viszonozza. Mindjárt válaszolt neki. Álma egy gyermek álma. Én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy ilyen fiatal hölgybe legyek szerelmes. De még fiatal koromban sem emlékszem arra, hogy ilyen szerelem rabja lettem volna. Hogyan magyarázzam meg, mit értek a szerelem szó alatt? Ha mint regényíró érdeklődik ilyen folyamatok iránt, olvassa el az Imitáció Christi harmadik fejezetét az égi szerelemről. Ebben megtalálja gondolataim állandó táplálékát, az égi mannát, amelyen lelkem a földi vándorlás hosszú éveiben táplálkozik. Ha majd egyszer Weimarba jön, és ha regényírói kíváncsisága addig nem elégült ki, élő szóval fogom folytatni ezt a fejezetet. Aztán maga elé nézett, mire való volt ezt a fiatal asszonyt felkavarni. Majd vállat vont, mint aki tehetetlenül lemond arról, hogy magánál erősebb erők ellen küzdeni igyekezzék.